Ez a Max. Matek mindenkinek, a műsor támogatója a Matek Oázis. www.matekmindenkinek.hu. Kedves Max Rádió hallgatók, újra Matek mindenkinek, és természetesen ma is itt van velünk szakértőnk, a Matek Oázis jó voltából, sok szeretettel köszöntöm Balogné Békési Beátát. Szia Bea! Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Nos hát, a múltkor beszéltünk a felvételizőkről. Mondtad, hogy már több mint 4000 diákot készítettetek fel a felvételire. Én ezen nagyon kiakadtam, ezek óriási számok, és tényleg gratulálok hozzá. Szóval a különleges módszereiteknek köszönhetően nagyon gyorsan tudunk fejlődni a programmal, vagy tudnak fejlődni a programmal a gyerekek. De a kérdésem ma az, hogy mit tudsz mondani az érettségizőknek? Hát igen, a legtöbb érettségére készülő diák ugye most azon gondolkodik ilyenkor szeptember táján, meg még egy jó darabig, hogy mi is szeretne lenni tulajdonképpen, hogy hova adja be a felvételi lapját, számolgatják ugye, hogy hova van esélyük egyáltalán bekerülni, mert hát lehet ismerni ugye a tavalyi pontszámokat, azok alapján valóban most mennyit tudnak elérni. És hát nagyon sok diák érzi azt, hogy a lehetőségei be vannak korlátozva, amiatt, hogy vagy olyanok most az eredményei középiskolában, amiről el sem tudják képzelni, hogy akkor ez elég lehet a felvételihez. És hát sokszor pont a matek eredményeik miatt érzik ezt a korlátozottságot. Több pont kellene nekik, sokkal több pont kéne nekik az érettségén, úgy gondolják, mint amit most el tudnának érni, és ezt abszolút elérhetetlennek tűnik számukra. El se tudják képzelni, mondjuk, hogy egy hármas matekkal be lehetne kerülni műszaki vagy közgazdasági főiskolára, egyetemre. És hát emiatt aztán nem mernek elindulni sem bizonyos keresett és tényleg jól fizető pályák felé. Hát igen, az köztudott, hogy nagyon nagy a hiány a műszaki szakemberekből, mérnökökből, informatikusokból. Jó lenne, ha több diák menne tovább ebben az irányban, nem? Hát igen, nagyon nagy szükség lenne rájuk, mert nagyon nagy hiány van az iparban és mindenfelé belőlük. És hát nagyon szomorú, hogy sok diák elhiszi magáról, hogy ők hülyék a matekhoz, és hogy ez teljesen reménytelen lenne, hogy ők matekból ennél sokkal jobb eredményt érjenek el, mint amire most képesnek látják magukat az iskolában. És nagyon sokan el sem tudják képzelni ezeket a korlátokat, mennyire könnyű lebontani. Tehát, hogy számtalan olyan diákunk volt, tényleg tízezres számokban mérhető, akik elindultak velünk az érettségi felkészítőn, és ő magukat is meglepte, hogy mennyivel jobb eredményt tudtak elérni, és olyan helyekre is el tudtak jutni, ahová nem is képzelték előtte, nem is gondolták volna előtte. És hát volt olyan diákunk például, aki két héttel az érettségi előtt talált ránk, és írt előtte egyes próbafelvételit, utána pedig az érettségén 40 ponttal többet szerzett, mint amit azon a bizonyos próbafelvételén. És hát gondolhatod, ugye, hogyha két hét alatt plusz 40 pontot lehet összegyűjteni, akkor ugyanezzel a módszerrel, ha most nekiáll valaki, akkor fél év alatt mennyire messzire juthat. Mert legalább fél év, mondjuk még 7 hónap van vissza az érettségig. Azt mondod tehát, hogy bárki, aki műszaki vagy gazdasági szakok felé kacsingat, az bátran vágjon bele, mert hogy a hátra levő 6-7 hónap még bőven elég arra, hogy matekból profivá váljon? Hát igen, ezt mutatja minden tapasztalatunk. Volt egy nagyon szép történetünk, egy gyenge hármas diákunk, aki tényleg nagyon sok hiányossága volt, mert az eleinte rendszeresen konzultáltunk. Ősztől tavaszig tanult velünk, és olyan annyira jó érettségit írt, matek érettségit írt, ötös lett egyébként a matek érettségi, de nem is akármilyen, tehát ilyen 90%-os matek érettségit írt, és ez mind semmi, hanem közben megszerette a matekot, de annyira, hogy a következő évben nekiállt az emelt szintű felkészülésnek, és hát az azért nem akármi matekból, azt tudni kell, és ezzel jelentkezett a Műszaki Egyetemre, ahol most Műszaki Egyetemen műszaki informatikus. Ez nem semmi, gratulálok. Hát neked is, meg nektek is, hogy ilyen szép sikerekhez tudjátok segíteni a diákokat, ez tényleg nem semmi. Hát igen, köszönjük, és hát igazából tényleg az a legfőbb küldetésünk, hogy lebontsuk azokat a korlátokat, amiket ugye a matek tudás hiánya emel a gyerekek is, és a meggyőződésünk, hogy a jövőjük elé. És szeretnénk, hogyha a szülők és a diákok is elhinnék, hogy a matekhoz tényleg nem kellenek különleges képességek. Akiknek van ilyen, azoknak persze sokkal könnyebb. És hát van ilyen 5%-a körülbelül az embereknek, akinek különleges képességei vannak matekból, de
mi azt mondjuk és állítjuk, és sokszorosan tapasztaltuk, több ezerszeresen vagy sok ezerszeresen, hogy tényleg bárki meg tudja tanulni olyan szinten, hogy akár mérnök, akár pénzügyi szakember, akár közgazdász lehet belőle. És hát mi azt látjuk sajnos, hogy nagyon sok értelmes fiú veszik el a mai oktatási rendszerben, mert nem elég színes, nem elég izgalmas számukra az oktatás, és így ők nagyon könnyen elkalandoznak, és hát matekból, hogyha valaki elkalandozik, akkor meg ugye nagyon könnyen elveszíti a fonalat. Emiatt aztán viszont nincs elég sikerélményük, már pedig a fiúknak ez nagyon kell. A lányoknak is kell persze, meg nekik is, ők nekik is motiváló. De nekik ez kevésbé fontos, mert ők nekik kompenzálja azért a megfelelési vágyuk és azt, hogy ők teljesíteni akarnak. A fiúknak emiatt van szükségük tehát segítségre. Persze a lányoknak is érdemes segíteni néha, mert ők meg ugye nagyon olyan lelkükre veszik, hogyha nem az elvárt jegyeket kapják. Úgyhogy mi azt üzenjük a fiúknak is, meg a lányoknak is, hogy ne törődjenek bele, hogyha nem olyanok az eredményeik matekból, amilyet szeretnének, mert sokkal könnyebben és sokkal gyorsabban lehet javítani matekból, mint azt ők gondolnák. Tehát tényleg mérföldekkel jobb eredményeket tudnak elérni, mint amit most van nekik, és meglepően hamar. Na, oké, itt álljunk meg egy pillanatra, Bea. Mi kell ehhez? Az oké, hogy elhiszik, elhatározzák, hogy álljanak neki, mondjuk az érettségizők, ugye? És tehát előről álljanak neki a középiskolai mateknak? Azért ez elég reménytelennek tűnik, legalábbis számomra. Hát igen, ez valóban reménytelennek tűnne, és hát saját erőből tényleg ez legfeljebb azoknak a nagyon tehetségeseknek megy, akik igazából csak nagyon trehányak voltak, és azért szereztek rossz eredményeket. Tehát a többieknek ezt a módszert nem ajánlanánk. Nekik viszont a tehetségeseknek is sokkal gyorsabb módszer az, amivel mi dolgozunk. Mert hogy az oktatóprogramunkban felépítünk minden fontos, megmutatunk minden fontos ismeretet. Akár elejétől felépítjük a témaköröket, de nem akárhogyan. A módszer lényege az, hogy rengeteget kérdezünk a magyarázatok közben. És ez nem csak arra jó, hogy ellenőrzi a tudásukat, hanem rögtön be is rögzíti a fejükbe ezeket az ismereteket. És így nem csak látszólagosan tud gyorsan haladni, hanem közben tényleg valódi tudást szerez a gyerek. Uh-huh. Azt hogy érted, hogy látszólag gyorsan halad valaki? Hát nagyon sok olyan magyarázat fenn van most már fenn az interneten, amiből tényleg klasszul meg lehet érteni a matekot. Ügyesen elmagyarázzák, és akkor a gyereknek az az élménye, hogy ja, hát ezt én értem. Tök jó. Viszont az a gond, hogy az, hogy attól, hogy érti, attól mi nem feltétlenül fogja tudni megoldani a feladatokat, sőt, igazából ez még nagyon kevés ahhoz, hogy megoldja a feladatokat. Ahhoz, hogy ő is jó feladatmegoldóvá váljon, rengeteg feladattal önállóan meg kell birkózni, és ez egy csapda. Tehát az, hogy a gyerekek gyorsan megértik ezeket a feladatokat, és ezzel letudják, hogy ja, akkor ezt már tudom, jól mehetünk tovább. Ezt is tudom, ezt is tudom, ezt is tudom. Amikor meg kéne oldani a feladatot, akkor kiderül, hogy ja, hogy is volt, hú, már emlékszem, mit is mondtak ott. Tehát, hogy ez ilyen, ez tényleg egy olyan csapda, amiben könnyebb esnek a mai gyerekek, hogy kényelmesebb sokkal ott ülni a számítógép előtt, és csak nézni a magyarázatokat, mint neki állni és megoldani feladatokat. Mi viszont azt garantáljuk a gyerekeknek, hogyha az oktatóprogrammal tanulnak, ami sokkal több, mint egy videó, mert rengeteget kérdezünk tőlük, akkor amit átnéznek ezzel az oktatóprogrammal, azt tényleg tudni is fogják. Persze nyilván, hogyha megcsinálják azokat a kérdéseket, válaszolnak azokat a kérdésekre, amiket közben felteszünk. Hát be azt mondod, hogy garantáljátok. Ez mit jelent ez, hogy garantáljátok? Hát nálunk van ilyen javító és érettségi siker garancia is a matekoházisban. Igazából ez azt jelenti, hogy visszafizetjük a teljes összeget, hogyha valakinek nem sikerül jegyjavítás, vagy nem sikerül úgy az érettségie legalább, mint az előző év jegye. És hát valójában ez effektíven azt jelenti, hogy valójában tényleg csak akkor kell fizetni, hogyha eredményt is tud elérni valaki a programmal. Ha etán ez nem sikerül, neki tényleg visszafizetjük a teljes összeget. És hát nyilván az eredmények alapján vagyunk ennyire magabiztosak, mert hát akik visszakérik a pénzt, az ilyen 1-2 ezrelék kell diákoknak, és azoknál mindig azt is látjuk egyébként, hogy tényleg nem használták a programot, de ezt nem kérdezzük, tehát mi ezt bevállaljuk így is. Tehát azt látjuk, hogy akik használják, azok tényleg tudnak is vele haladni.
Úgyhogy a magabiztosság az, ha már itt tartunk, ugye nem csak ránk jellemző, hanem a diákjainkra is, mert a diákjaink is ilyen magabiztosak lesznek. Ez a programnak a mellékhatása, úgy mondjam. Attól, hogy sokat kérdezünk, ettől sok sikerélményt gyűjtenek, aki sok sikerélményt gyűjt, az nyilván sokkal magabiztosabb lesz, mert az fog érezni, hogy ja, hát ez megy nekem, oké, én ezt meg tudom oldani, meg tudom csinálni. És aki meg magabiztosan megvizsgázni, az sokkal több pontot tud elérni, mert bátrabban áll neki a feladatoknak, jobban mer rajta gondolkodni, és így aztán tényleg több pontja lesz az érettségén. Hát ez valóban nagyon bíztató, úgyhogy én arra bíztatom a kedves Megszárdia hallgatókat, hogy a továbbtanulásnál is bátran induljanak el olyan irányba, amihez jobb matek eredmény kell, mert hogy van segítség például itt a Matek Oázisban, ahogy hallottátok is, amivel gyorsabban fejlődhetnek, mint gondolnák, úgyhogy tényleg csak bíztatjuk a kedves hallgatókat. Az elmúlt percekben a Matek Oázis jó voltából. Szakértőnk Balogné Békési Beáta volt itt. Bea, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is. Mi is köszönjük. Szia-szia! Szia! Matek mindenkinek, a műsor támogatója a Matek Oázis. www.matekmindenkinek.hu. Turn it up! Yeah! Ez a Max, a kedvenc online rádióm.